Engedjék meg, hogy házigazdaként én is nagy tisztelettel köszöntsem Önöket a mai konferencián, amelynek a végére remélhetőleg aktuális és széleskörű áttekintést kapunk a hazai és nemzetközi bűnmegelőzési törekvések helyzetéről, eredményeiről. Előadásomban arra törekszem, hogy bepillantást nyújtsak Önöknek a rendőrség társadalmi bűnmegelőzésben betöltött szerepéről, a rendészeti bűnmegelőzés működéséről, illetve arról, hogy melyek az együttműködés szinterei fő stratégiai partnerünkkel, a polgárőrséggel. A magyar rendőrség feladatkörét legmagasabb szinten Magyarország alaptörvényedekre alája. Ennek értelmében a rendőrség alapfeladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. A generális feladatokat a rendőrségről szóló törvény csoportosítja, így többek mellett a bűnmegelőzést is. A legjobb bűnüldözés alapja a hatékony bűnmegelőző munka. A bűnmegelőzés össztársadalmi feladat, amelyben az érintett állami szerveknek, civil szervezeteknek, a polgárok önszerveződéseinek, végső soron maguknak, a polgároknak is szerepet kell vállalniuk. Ebben a társadalmi szintű bűnmegelőzésben meghatározó szerepet tölt be a rendőrség. Szervezetünk az, amely feladatai ellátása révén hiteles, pontos képet tud kialakítani a bűnözés, mint negatív deviáns társadalmi jelenség mennyiségi és minőségi jellemzőiről, morfológiai sajátosságairól. Az összegyűjtött információkat feldolgozva, ismeretanyaggá alakítva képes arra, hogy proaktív jelleggel, a megelőzés céljait szolgálva adja át azt a társadalom egyes célcsoportjai számára. Emellett fontos feladatának tekinti a biztonságért érzett egyéni és közösségi felelősség kialakításának elősegítését, annak tudatosítását, hogy személye, illetve vagyona megóvásáért mindenki maga is felelős. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, különösen aktuális a mai konferenciánk, és abból a szempontból, hogy közel negyed százada az Országos Rendőrfőkapitányságon 1989. augusztus 1-jével önálló szervezeti elemként létrejött a bűnmegelőzési osztály. Ezt követően 1991 végéig a fővárosban és a megyei rendőrfőkapitányságokon is létrehoztuk a bűnmegelőzési szervezeti elemeket. Ezek az egységek már sokkal koncentráltabban tudták koordinálni, végrehajtani és szakirányítani a rendőrség bűnmegelőzési feladatait. Fő tevékenységi területeik a család, gyermeki és ifjúságvédelem, a megelőző vagyonvédelem, a drogprevenció és a kiskorú eltűnések felülvizsgálata volt. Napjainkban már mind a 151 szárazföldi rendőrkapitányságon bűnmegelőzési egységek, bűnmegelőzési előadók teljesítenek szolgálatot. Természetesen a bűnmegelőzés általános célcsoportja a teljes lakosság, ugyanakkor ezen belül kiemelt kockázatú áldozati csoportok meghatározására is sor került. Ezekbe tartoznak azok a személyek, akik életkori, fizikai vagy mentális sajátosságból adódóan, valamint a társadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, ezáltal fokozottabban veszélyeztetettek bizonyos bűncselekményekkel szemben. Így a nők, a gyermek és fiatalkorúak, a 60 év felettiek, a külterületen élők, a hajléktalanok, a fogyatékkal élők, a veszélyeztetett munkakört betöltők, mint például a pénzintézetek, a lottózók, a benzinkutak, az egyszemélyes üzletek alkalmazottai, a turisták. A rendészeti bűnmegelőzésben a generális és speciális célcsoportokat érintő jogsértések megelőzésére szakvonalak kerültek kialakításra, melyek közül néhányról engedjék meg, hogy egy rövid áttekintést adjak Önöknek. A fővárosi és a megyei bűnmegelőzési egységek tevékenységének továbbra is az egyik legtöbb figyelmet kapott eleme a gyermek- és ifjúságvédelem. Az elmúlt évek talán legnagyobb közérdeklődést kiváltó ifjúságvédelmi lépése a rendőrség új iskolai prevenciós programja volt. Ezáltal a több mint 20 éve működő DADA, a 9 éves ellenszer és a 6 éves az iskola rendőrő programokat kiegészítve egy új, elsősorban a szakiskolákban felkínált lehetőséggel bővült a rendőrség bűnmegelőzési tevékenysége. Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat 2013. szeptemberében 99 fővel indult el, amelynek feladata az iskolások bűncselekményekkel szembeni fokozott védelme,
mind az elkövetői, mind pedig a sértetti oldal tekintetében, kiemelt figyelemmel a kábítószerrel visszaélés típusú bűncselekményekre. Ennek érdekében az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó szolgálati ideje túlnyomó részét az iskolában tölti, folyamatos kapcsolatot, napi kapcsolatot tart fenn a diákokkal, a tanárokkal és a szülőkkel. Eredményes együttműködést kell kialakítani a rendőrkapitányság illetékességi területén tevékenykedő, az ifjúság védelemben szerepet játszó állami, önkormányzati, társadalmi és civil szervekkel, szervezetekkel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, napjaink és a következő évtized egyik legnagyobb társadalmi kihívása a kábítószerrel kapcsolatos kérdéskör kezelése. A kereslet csökkentésében dolgozó munkatársaimnak az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is az új típusú kábítószerek térnyerésével kell szembenézniük. Ezek az anyagok a fiatalok és a fiatal felnőttek körében népszerűek. Az új dizájner drogok a marihuána kivételével szinte kiszorították a piacról a klasszikus kábítószereket. Az új nemzeti drogellenes stratégia alapján az Országos Rendőr Főkapitányság a központi igazgatás intézményei közül elsőként alkotta meg a saját feladatrendszerére bontott stratégiai feladatokat rögzítő Országos Rendőr Főkapitány utasítást. A visszaélés kábítószerrel típusú bűncselekmények prevenciós célú kezelésénél munkatársaink elsősorban a büntet igazságszolgáltatás oldaláról közelítik meg a problémát, de az egészségügyi és a szociális vonzatokra is felhívják a figyelmet. Bűnmegelőzési szakembereink minden városi és megyei kábítószerű egyeztető fórum tevékenységében aktív szerepet töltenek be. Ez az a kapocs, ami lehetővé teszi az egészségügy, az oktatásügy, a szociális és ifjúsági szakma résztvevőinek az együttmunkálkodását. Ha valahol, akkor a kábítószer elterjedése tekintetében az államnak és a társadalomnak hatékony együttes fellépésére van szükség. Csak a családon belül lehet igazán elejét venni a szörnyű kor terjedésének, mondotta 2005-ben Viziel Szilveszter akadémikus. Meggyőződésem, nekem is a megelőzés kulcsa a szülőnél van. A sértetté válás szempontjából az egyik legveszélyeztettebb csoport a 60 év feletti korosztály. Az elmúlt évben a körükből kikerült sértettek száma 52.500 volt. A korcsoporthoz tartozók jellemzően vagyonelleni bűncselekmények, ezen belül elsősorban besurranásos, trükkös, betöréses zseblopások, csalások és rablások áldozatává válnak. A szépkorúakat leggyakrabban fenyegető bűncselekmények felismerésére és az ellenük ható eszközök és módszerek alkalmazásának terjesztésére indított prevenciós programok már évek óta országszerte működnek. A feladatban valamennyi az idésekkel foglalkozó területi és helyi rendőri szerv a polgárőrökkel, az önkormányzatokkal együtt tevékenykedik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A polgárok szubjektív biztonság érzete szempontjából döntő a közterületek és a nyilvános helyek rendje. A közterületi bűnöző sajátos kriminológiai kategória. A regisztrált közterületen elkövetett jogsértések száma a tavalyi évben 92.300 volt, az elmúlt 10 évben először volt 100.000 alatti ez az érték. A közösség életterek rendjének védelme egy olyan prevenciós szemléletet igényel, amely a bűnügyi és a rendészeti szolgálati ág, a polgárőrség, az önkormányzatok hatékony együtt gondolkodása, együtt cselekvése, közös tevékenysége nélkül nem működőképes. Az Országos Rendőr Főkapitánysága tavalyi évben az ország észak-keleti régiójában 5 megyére kiterjedően 24 órás rendőri jelenlétet biztosított. Ennek az értékelése elvégeztetett, megtörtént, az állampolgárok, az önkormányzatok jelzései és pozitív visszacsatolása alapján, ugye mai napon először a rendőrség lapjában, a Zsaru magazinban jelentettük meg, szeretném itt önök előtt bejelenteni, hogy július 1-től az ország mind a 19 megyéréje kiterjeszti ezt a programot az Országos Rendőrfőkapitányság, a megyei rendőrfőkapitányságok és a készenléti rendőrség állományának a bevonásával. Az ehhez szükséges plusz költségvetési forrásokat Magyarország kormánya biztosította az Országos Rendőrfőkapitányság számára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a társadalmi bűnmegelőzés területén mérföldkőnek tekintem a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács létrehozását, aktív működtetését és az általa koordinált, az elmúlt évben elfogadott Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia megalkotását. Fontos kiemelni, hogy a kormány az elfogadott feladatrendszer megvalósítására a szükséges pénzügyi hátteret is biztosítja. Ezáltal a bűnmegelőzési stratégiában megfogalmazott prioritások, beavatkozási területek és intézkedések, valamint a hozzárendelt források lehetővé teszik a kitűzött célok elérését. A bűnmegelőzési feladatok ellátásában fő stratégiai partner a rendőrségnek a polgárőrség. A polgárőrséggel és a polgárőri tevékenységről szóló törvényben meghatározott feladatok eredményes végrehajtása érdekében egy évvel ezelőtt az Országos Rendőrfőkapitányság és az Országos Polgárőr Szövetség együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja a törvényesség, az önállóság, valamint egymás kölcsönös elismerése és tiszteletben tartása alapelvének figyelembe vételével a közbiztonság, a közrend fenntartása és megszilárdítása a településeken, a közterületeken. Az Országos Polgárőrség feladatainak végrehajtása során elősegíti a polgárőr szervezetek és a rendőrség szervei együttes szolgálat ellátásának összehangolását, különös figyelemmel a bűnügyileg fertőzött területekre, a bűnügyi közbiztonsági akciókra, a fokozott ellenőrzésekre. A területi rendőri szervek 1827 polgárőr egyesülettel kötöttek együttműködési megállapodást. Közös szolgálatellátásban 2013-ban 58.300 esetben 80.300 rendőr, 99.800 polgárőr, 471.400 órában vett részt. Az együttműködés során a felek, hangsúlyozom, helyi szinten hetente összehangolják a rendőrség és a polgárőrség közterületi szolgálatellátását annak érdekében, hogy a veszélyeztetett területeken és időszakokban a térbeni, időbeni jelenlét minél átfogóbb legyen. A polgárőrökre számíthatunk az illegális migráció elleni küzdelemben, a rendezvénybiztosításokban, a figyelőszolgálatokban, az iskolák körzetének ellenőrzésében, az eltűnt személyek felkutatásában, területzárásban, hatósági tanúként történő közreműködésben. Az előre tervezhető feladatok végrehajtásán túl a polgárőrség a 2013-as évben a Dunai árvízi védekezés, a hóhelyzet rendészeti feladatainak kezelésében is segítette a rendőrség munkáját. Kiemelkedően sikeresnek ítélem a tavalyi évben indított 100 szószál biztonság, a polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezt nem az országos rendőrfőkapitány állapítja meg, hanem azok a polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, civil szervezetek képviselőinek az értékítéletére alapozom, akik a különböző fórumokon ezzel a programmal kapcsolatban a tavalyi évben véleményt nyilvánítottak. Itt is az Országos Polgárőrszövetség, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, az önkormányzatok és a rendőrség négyes együttműködése valósult meg. Ugyanez a négyes együttes fellépése jellemzi a 2014. februárjában indított külterületek biztonsága polgárőr bűnmegelőzési programot is, melynek keretében a tanyák, hétvégi házak, üdülők, mezőgazdasági területek kerülnek fokozottabban ellenőrzés alá, hatékonyabban bevonva a mezőröket, a természetvédelmi öröket, a halőröket, a vadőröket. Azt gondolom, méltán lehetek büszke a Csongrád megyei kollégáimra, mivel a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság 16 éves bűnmegelőzési tanyaprogramja a tavalyi évben az Európai Bűnmegelőzési Hálózat Titkárság által kiadott Európai Bűnmegelőzési Eszköztár kézikönyvben ajánlott 6 európai gyakorlat közé került be. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A rendőrség az elmúlt években intézkedési kultúraváltást hajt végre, melynek fő elemei a párbeszéd, az együttműködés, a támogatás, a segítségnyújtás. Az élet nap mint nap bizonyítja, hogy nincs az országban olyan ember, akit a közbiztonság helyzete valamilyen mértékben ne érintene. A közrendje, a közbiztonsága közügy. A bűnmegelőzés területén is a rendőr, a polgár, a civil szervezetek, az oktatási intézmények, az egyházak, az állami szervek még szorosabb együttműködése, a polgárok partnerként kezelése,
Az összehangolt bűnmegelőzési tevékenység hozhat további eredményeket a jövőben is. Biztos vagyok abban, hogy a mai konferencia elősegíti ezt a munkánkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.